Először mostak kezet a gyerekek a szekszárdi Baka István általános iskola felújított vizes blokkjában. Nem csak a csaptelepeket cserélték le itt és a másik emeleten található vizes blokkokban a szakemberek. A járólapok, a csempék, a vízvezetékrendszer, a mosdók és az azok közötti válaszfalak is megújultak. A fejlesztés egy összefogás eredményeként valósulhatott meg, az ehhez szükséges első lépés pedig az idejáró gyerekek szülei tették meg. Minden évben alapítványi bálunk van, és az alapítványi bálnak minden évben célja van. Tehát most úgy döntöttünk akkor, amikor a szülők megkerestek, hogy akkor ennek a bálnak a bevétele, ami azért hát közel 2 millió forint volt, úgy gondoltuk, hogy ez már egy alap lehet egy induláshoz. Emellett még egy sportbált is szerveztek a szülők. A két rendezvény bevételét pedig a szekszárdi önkormányzat és a helyi tankerület egészítette ki. Összesen 18 millió forintba került a beruházás. Szekszárd polgármester azt mondja, bár az iskolák fenntartója a Klebelsberg központ, a város vezetőinek ennek ellenére fontos, hogyha lehet, segítsék az idejáró gyerekeket. Én azt gondolom, hogy ennek a vizes blokknak a jól működő, és reméljük, hogy hosszú távú jól működő vizes blokk mellett a legfőbb üzenete az, hogy a Szekszárdon valamit szeretnénk, egy jó célt meg tudunk fogalmazni, akkor ez a partnereket meg lehet találni, hogyha ez a cél nem tőlünk jön, hanem, vagy ez a cél megfogalmazása nem általunk történik, hanem a szülőktől jön, akkor mi ebben partnerek fogunk lenni a jövőben is, és partnerek tudtunk lenni most is. A felújítást a helyi tankerület is tervezte, ám a teljes összeget ők csak később tudták volna előteremteni. Mivel a város is beszállt a költségekbe, a Klebelsberg központnál maradt pénzből más intézményeket is tudtak fejleszteni. Kinizsi utcából a speciális óvodát felköltöztettük a Bezerédi utcába, ahol egy egész épületrészt újítottunk föl, ennél egy kicsit több, magasabb összegből, és ugye ahonnét az óvodások pedig kiköltöztek a Kinizsi utcából, ugye ezt kifestettük, a linoleumot felújítottuk, és kialakítottunk fejlesztő szobákat, illetve vizsgáló helyiséget a szakszolgálat számára. A szekszárdi Baka István általános iskola új vizes blokkjait naponta több mint 600 diák használja. Az iskola fejlesztése hamarosan folytatódik, akkor a fűtési rendszer cserélik újra a szakemberek.